Kedves nézők, a műsorban harangozó terire emlékezünk Szalai Zsolt főszerkesztőhelyettes kollégámmal, aki a Rutka Éva Színház igazgatójaként sok-sok éven át együtt dolgozott a művésznővel. Mindenkinek van egy álom, az enyém tele fő. Van egy nagy-nagy ideája, az enyém tele fő. Egy bolondos ideája, az enyém tele fő. Mindenkinek van egy szép. Külön érdekesség számomra mindig, amikor egy kollégával beszélgetek, és hát Szalai Zsolt főszerkesztő helyettest mindenki ismeri, nem csak itt a hatos csatornán, hanem tényleg, mondhatom, nyugodtan országszerte, hiszen a hivatali munkád mellett rendszeresen forgatsz, riportokat készítesz, de most kivételesen ez a dolog nem rólad szól. Nemrégiben hunyt el ez a nagyszerű énekesnő, harangozó Teri, aki annak idején a 1965-ös Ki mit tudom tűnt föl, és aztán 66-ban a Mindenkinek van egy álma című dallal, ő volt az első aranylemezes. És akkor még egy dátumot mondok, 2000, és a mellé társított két szó, három, Rutka Éva Színház. Te ott voltál az igazgató, és úgy tudom, hogy sok-sok évig együtt dolgoztál Terikével, igaz? Ez így van, nagyon nehéz most megszólalni, hiszen Terike nagyon jó barát volt, nyugodtan mondhatnám, hogy valóban barát volt. Igen, mindenkinek van egy álma, neki az egyik az volt, hogy színésznőként felléphessen színházi színpadon, és ennek nagyon érdekes története van, mert éppen a kaktuszvirágát választottuk új bemutatóként, és kerestük a szereplőket. És hát ugye elértünk a bálénekesnő szerepéhez, és mondtam a Miklósnak, hogy figyelj, de az nekem nem már egy nagy... Már mint a rendezőnek, igen, nagy Miklósnak, hogy
nekem olyan jó lenne, hogyha ebben nem egy színész jönne be, hanem egy énekesnő, és mondom, miután nekem nagy kedvencem a Terike, akit egyébként addig nem ismertem személyesen, hívjuk fel, próbáljuk meg, maximum azt mondja, hogy nem. De akkor, bocsáss meg, akkor ő már elég ismert volt, mert én nem véletlenül mondtam az aranylemez, de ez a mindenkinek van egy álma, hát akkor ez már egy befutott dal volt, és énekelte az egész ország. Hát ez így van. És leginkább erről ismerték meg. Ez így van. Egy csomó dala volt tényleg, hát nagyon sok. Hát is közönségdíjas volt azért az összes Tánza Fesztiválon. Persze, mindenhol ott volt ő. Ez egy fantasztikus ember volt. És hogy a lényege mi történt, ültünk az irodában, és csörgött a telefon. És akkor még nem voltak mobiltelefonok igazán. És fölvesszük, és azt mondja, és ha hiszitek, hanem ez így történt, Harangozó Teri vagyok. Mondom, tessék? Azt mondja, Harangozó Teri vagyok, és egy óriási nagy kérésem van. No. Hát mondom, hát, és hogy tadogtunk, hogy most mi van? Hát most beszéltünk róla abban a pillanatban. És ő erről nem tudott. És ő erről nem tudott, és akkor azt mondja, hát mondom, úgyis mi szerettük volna művésznőt hívni, de tessék mondani, és egy protekciót kért tulajdonképpen, a Kurva Petér című előadásunkra akart egy jegyet kérni a barátainak, még pedig egy német börtönparancsnok volt itt Pesten, és hogy szeretné megnézni ez a Kurva Petért, mert ugye, hogy ez egy börtönmonológ volt, és mondja, hogy nem lehet jegyet kapni, ami valóban így volt. Mint és, sok más előadással a Rutkai Színházban. Hát köszönöm szépen tényleg. És hát mondtuk neki, hogy természetesen művészni, hát megoldjuk, és hát szíve várjuk a vendéget. Meg is érkezett vele együtt egyébként, ő is bejött, eljött megnézni az előadást. Nem is ez a lényeg, és utána mondta, hogy hát akkor mondjuk azt, hogy mi miért hívtuk volna őt. És mondtam, hogy egész egyszer ebben a pillanatban beszéltünk önről, hogy szeretnénk fölkérni a Kaktusz Virágában a bálénekesnő szerepére. És emlékszem, pontosan emlékszem, hogy felújongott, hogy én színházi szerepet kell játszani. Ja, és akkor igen, és mondom, bejött, másnap volt az előadás, bejött, megbeszéltük, leszerződtünk, és onnantól gyakorlatilag a Terike csúcs tartó volt, hiszen tizenvalahány évig játszottuk Szegény Miklós haláláig, és akkor gyakorlatilag ő volt a második olyan szereplő, aki szinte az összes előadásban részt vett, 140-valahányszor, és gyakorlatilag rengeteg élmény kötődik hozzá. Na de azért az indulás azért biztos nem lehetett annyira egyszerű, mert igaz, hogy egy bárénekesnő szerep, és ő meg egy énekesnő, de most gondold el, hogyha, mit tudom én, egy színházban vagy akár filmen az embert fölkérik, hogy játsszon el egy riportert, az mégse olyan, mint amikor itt ülünk egymással interjúkészítés közben. Ő hamar bele lendült. Már úgy értem, hogy a korlátok közé, mert az énekesnő azt csinál a színpadon, amit akar, illetve amit a zene, a taktus és a társaság megenged. De itt színház az egy komoly, rendszerbe zárt dolog. Ott végszavak vannak, minden. Hát azt csak meg kellett neki tanulni. Hogy sikerült? Hát nagyon érdekes volt, mert igazán prózai szerepe nem volt. Miklós költött hozzá egy pár mondatot minden egyes dalához, három dalt énekelt az előadásban, és nagyon érdekes, amit most mondasz, mert hogy az első úgymond külső előadás Kispesten volt, és Terike bement a színpadra, és egyszer csak előadás közben mondta, hogy jaj, szeretettel köszöntöm az én kis kispesti nézőimet, és köszönöm szépen, hogy annak idején rám szavaztak, és tudod, hogy annak idején még úgy szavaztak, hogy a villanykapcsolóval, hogy kilengett akkor, hogyha... Így van. És ő elmondta ezt civilbe. És azt hittem, hogy ott végem van, ott ugye a takarásban álltam, és mondom, én megölöm most, hogyha kijön a Terike. Mert teljesen átment civilbe, és ugye bekiabáltunk neki nyilvánvaló, úgyhogy a nézők ne hallják, hogy most hagyd abba, és kezd el a dalt, és akkor elkezdte. Természetesen óriási sikere volt, de hogy kérdezted, hogy a Terike valóban nem színésznőként játszotta ezt a szerepet, nem akart színésznő lenni, hanem baromi boldog volt, hogy egy olyan csapattal állhatott színpadra, akik azért olyan elismert művészek voltak a szakmában. De azért ez nagyon jó lehetett, bocs, hogy a szabadba válok, hogy kiszól. Nekem még ilyen emlékeim vannak, hogy Mensáros László csinálta meg előadó estjén sokszor, hogyha
visszegtek, vagy bármit, akkor kiszólt, és mondta, nem kötelező itt lenni, nyugodtan haza, mert vagy figyeljen ide. Teljesen civil módon. Hát, és az mindenhol bejött, mindig siker volt. De, amit akartam kérdezni, én, ahogy ismertem, szóval ő mosolygott, és vidám volt, és még azt is tudta, hogy időnként, illetőleg a beceneve Bim Bam Terka, mert hogy harangozó Teri, de hát te sokkal jobban ismerted ennyi után. Ő szóval ilyen értelemben a magánéletben milyen volt? Mert mindenkinek azért van egy habitusa, hogy mit tudom én, vidám, szomorú, pessimista, optimista, milyen volt? Egy nagyon nagy család szerető ember volt, rettentesen szerette, imádta az édesanyját, élt, halt érte, nagyon sokat járt le bátyjára, ott lakott az édesanyja. Tulajdonképpen egy nagyon-nagyon-nagyon szívbéli ember volt. Például mai napig, igen, minden karácsonykor fölhívott, hogy Zsoltikám, hiányzik a színház, és hogy baromira köszönöm neked azt a 10 évet, amit együtt töltettünk. Tehát, hogy mindig odafigyelt a színházban a születésnapokra, névnapokra. Mániája volt, hogy ilyen nagy kolbászokat hozott ajándékként, és szépen becsomagolta, írt hozzá egy kis szöveget nekünk. Hát a színház is a családja így volt. Így van. És volt egy nagyon édes szokása, mindig hozta be, rettentesen szerette az újságokat, a bulvárokat, minden héten megvette a tévéújságot, és ami tetszett neki, azt ő kihúzta. Tehát, hogy kiemelte. Igen, és akkor elmondta nekünk, hogy minden előadáson tartott egy ilyen kis hír összefoglalót, hogy milyen hírek vannak bulvárilag, politikailag, és nagyon-nagyon apart volt ő, hogy rendszerezve minden, jelmezt nem lehetett ráadni, mert nem engedte, hogy jelmezbe legyen, ő mindig hozta ezeket a nagy bőrruháit, soha nem volt ugyanabban, mindig változtatta a ruháit, de azt mondtuk, hogy ez belefér. Na de akkor érdeklődő is lehetett, hiszen nyilvánvalóan, amikor ott nézegette a rádióújságban, akkor nem csak színházat, mozit és táncdalt nézett, hanem, ahogy mondott, politikai így dolgokat van, is így teljesen. Van. Nem nagyon ment bele, de azért a fontosabb dolgokat azért elmondta nekünk, hogy képzeljétek el, ez meg az volt. De egyébként a magánéletét soha nem teregette ki, tehát ő azt azért nagyon bizalmasan kezelte, mind a haláláig tulajdonképpen. Igazán a Terikéről nem tudtunk semmit, ami... Közben volt Amerikában így is. Így van. Hát ott ment férjhez tulajdonképpen. Igen. Két férje volt. Tehát ugye azért mi együtt éltünk, mert rengeteget voltunk ugye tájakon, a buszokon nagyon nagy történetek voltak. Terike mindig vidám volt, mindig mosolygott, mindig hozott valami kis meglepetést a tájakra. Nagyon sokat hakniztunk vele. A színház vitte őt, és mindenhol óriási sikere volt, és hát állati jó történetek voltak vele, de hát nyilvánvalóan nem mondunk el mindent. Nem, hát már csak az idő miatt sem. Szóval én azt hiszem, és nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad, mert te is inkább kérdezni szeretsz, mint válaszolni, azért ezt elmondhatom. És nagyon remélem azt, és ezért is nézek ide nagyon-nagyon a kamerába, hogy ugye, Terike, hallottál minket. De szép a világ, ha te vársz rám, de jó az ilyen szerelem. Bár távoli tűz a szivárvány, itt ég a te két szemeden. Mi nem maradunk soha árván, nincs bánat az önz idején. De szép a világ, ha te vársz rám, de jó az ilyen szerepem. Az én muzsikám, mint szél a szajnán, úgy hallok az álmok után. De szép a világ, ha te válsz rám, de jó az ilyen szerelem. Tehát tudom egyet, Antónia? Hát
menjetek, csak hadd legeltessen rajtatok a szemem. Mi jön belé? Semmi. Ne törődjön vele. Thank you.